Mézes reggelivel várják a napokban az iskolásokat és az óvodásokat. Városunkban a Nagykanizsa és környéke méhész egyesület szakemberei járják az intézményeket a méz, mint az egyik legegészségesebb táplálék népszerűsítésének érdekében. Ma az Rinyi iskola következett. Több éves múltra tekint vissza a Mézes reggelinek elnevezett program, amelyben országszerte részt vesznek a termelők és az oktatási intézmények. A cél az, hogy népszerűsítsék a magyar mézet, és bemutassák annak jótékony hatásait, fényvetítéssel, előadással és kóstolóval egybekötve. Mi Nagykanizsa és környéke méhész egyesület, próbálunk minél több helyre elmenni, és mondom azt, hogy Zala megyében mi vagyunk azok szerintem, aki legtöbb iskolába, óvodába meglátogatjuk a gyerekeket, megismertetjük a gyerekeket a méz jótékony hatásaival, megkóstoltatunk velük különféle mézeket, ajándékmézet adunk nekik. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a gyerekek megismerjék a méhek életét. A Kanizsai Egyesület elkötelezett abban, hogy a felvilágosítást minél több helyre eljuttassa. Mint ahogy Somogyi Gyula fogalmazott, egészen kicsi korban már tudniuk kell a gyerekeknek azt, hogy a méhek nem csupán mézet állítanak elő. A tevékenységük a megporzás nélkül gyümölcs, és más sem lenne az asztalon. Azt vesszük észre, hogy gyakorlatilag már nincs gyerek, aki ne kóstolt volna különböző mézet. Az is a célunk ebben, hogy ők a következő generáció, és majd ők is kérjék a szüleiktől, illetve majd szülők lesznek, ők is adják a gyerekeinknek, meg hát megismertessük a méznek a különböző jótékony hatásait. A szakember kiemelte, sajnos Magyarországot sem kerülte el a mézkeverékek megjelenése. A boltok polcain is megtalálhatóak ezek a termékek. Somogyi Gyula felhívta a figyelmet arra, aki jó minőségű mézet szeretne fogyasztani, a helyi termelőket keresse.